Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Pénteken fogadták el a Maros megyei tanács idei költségvetését. 2022-ben a tavainál nagyobb összegből 877,5 millió lejből gazdálkodhat a tanács. Ennek közel 435 millió lej a megyei tanácsnak alárendelt kórházaknak szánt összeg, További 160 millió le, azaz a költségvetés 36%-a a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára van elkülönítve. A fennmaradó összeget a további alárendelt intézmények működtetésére, egyéb egészségügyi fejlesztésekre, az úthálózat korszerűsítésére és karbantartására, valamint kulturális intézmények és civil szervezetek támogatására költik. Mennyire elégedettek az idei költségvetéssel, milyen beruházások valósulhatnak meg idén, ezek a főbb kérdéseink ma. Köszöntöm a stúdióban Péter Ferencet, a Maros megyei tanács elnökét. Jó estét kívánok, köszöntöm, hogy el... Köszönöm, hogy elfogadtam Jó elfogadt estét a meg kívánok, kívánok én is a kedves tévénézőknek, jó estét kívánok önöknek, és... Örömmel fogadtam ezt a meghívást, mert valóban egy fontos lépés mindig a szönkormányzat életében, akkor, amikor az évi költségvetést elfogadjuk. És örvendetes az is, hogy ezúttal nem a, a tavasz végén majd került elfogadásra a költségvetés, mint az az elmúlt években jellemző volt, hanem már korábban. Kezdjük Igen, az elején. Ez, ez filmes nyelven egy premiér, most hogy február 11-én van költségvetés, de hát ez a, gyakorlatilag a normalitás jele, és nagyon örvendek, hogy a az RMDS kormányzási szerepe segített annyit, hogy végre a normalitási jeléül bekerültünk ebben a helyzetben, hogy, hogy, igenis el tudták fogadni decemberben az országos költségvetés, február 11-én pedig megvannak az önkormányzati költségvetések. Hogyan születik meg, elnök úr, egy költségvetés egy megyei önkormányzat életében? Miért éppen ezek a számok jöttek ki idén? Igen, ez egy olyan kérdés, amit valószínű hogy sokan feltesznek maguknak, és nagyon sok kollégának szoktam mondani, főleg újaknak, akik először kerülnek polgármesteri vagy valamilyen önkormányzati vezetői tisztségbe, hogy mindig a jövedelemtől indulunk ki, és nem a költségektől. Tehát egyszer megnézzük, hogy melyek azok a jövedelmi források, amelyen rendelkezik az, az intézmény vagy önkormányzat, és utána azt próbáljuk úgy felosztani sorrendben, prioritási sorrendben, hogy elsősorban szükség van a működtetésre, a működtetésen értem a fizetésektől egészen a villanyszámlákon keresztül a különböző javítások, meg mindaz, ami biztosítja az intézménynek a működését, és utána pedig eldöntjük, hogy a maradék összegből, ha marad, akkor milyen beruházásokat próbálunk elkezdeni, és abban az esetben pedig, hogyha Jóval nagyobb a beruházási igény, akkor pedig ki kell találni azokat a pénzügyi manővereket, idézőjelbe teszem, amivel meg lehet oldani ezeket. Tehát pályáztatás, kölcsönök felvétele, vagy pedig több éves ciklusra elkezdett beruházások. Tehát akkor meg kell találni azt a módot, azt a módszert, amivel nagyobb beruházásokat el lehet kezdeni. Mi is mindig ezt így kezdjük. Elsősorban jön ugyebár az állami költségvetés, Nálunk főleg csak az állami költségvetésről van szó, mert a visszaosztott összegből és számunkra pedig majdnem a, a teljes költségvetés ebből tevődik össze. Az intézményeknek a saját bevétele annyira kicsi, hogy az majdnem nem is számít, tehát itt a saját bevételről arról beszélek, hogy a Filharmóniánál. Az a jegy, amit megvesz a, a kedves Marosvásárhelyi, aki elmegy egy koncertre, az is bejön a költségvetésbe, mi jövedelem, de hát ezek ilyen minimális összegek, hogyha a nagy csomagot vesszük, saját költségvetés az is, hogyha a múzeum meg különböző szolgáltatást végezés, az is saját jövedelem, de a zöme az azért az állami költségvetésből jön, és ezután, mikor megvannak a keretszámok, látjuk azt, hogy mekkora a jövedelem, mindig ez egyforma kell legyen, tehát a jövedelme és a, a költségoldal egyforma kell, hogy legyen, akkor a jövedelmet kezdjük osztani, leülünk minden egyes igazgatósággal, megtudjuk, hogy melyek az igények, Miután megtudtuk, mennyek, mekkorák az igények, akkor utána következik egy következő tárgyalási folyamat, ahol eldöntsük, hogy melyik az a középút, amikor a működési költségek biztosítva vannak, van valamennyi összeg a beruházásra is, és ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy van egy jó költségvetés a megyének. Azért is kérdem ezt, és említette az országos költségvetést, és felmerült bennem az, hogy természetesen ezt a lakosság arányának, vagy a lakosság függvényében is oszthatják vissza az egyes önkormányzatoknak, de nyilván, hogy lehetnek más tényezők is, és erre majd kérem, hogy térjen ki, mivel azt látni, hogy akár megyei jogú városok esetében például Marosvásárhely éves költségvetése kb. 200 millió lejjel kisebb holott, a lakosság azért kb. harmada a megyének, és van még egy érdekesebb szám is, az Nagyvárad idei költségvetése, ami 2,4 milliárd le, és ennek mint egy fele, tehát rekordösszeg megy idén fejlesztése is. Ugye, ha az ember csak ezeket a számadatokat hallja, akkor nem érti, hogy, egy megyének miért csak 877 millió le, és ahogy például a felvezetőmben is említettem, hogy mekkora tételek mennek a különböző intézmények működtetésére, akkor kitetszik ebből, hogy fejlesztésre már nem jut épp annyi, tehát nem jut mondjuk a költségvetés fele. Hogyan tevődik mindez össze, miért vannak ezek a látszólag aránytalanságok? Tehát, amit nagyon fontos megemlíteni, hogy a költségvetés legfőbb tényezője az helyi önkormányzatoknál a fizetés adóból visszaosztott 63 százalék. Ez most már harmadik éve, hogy 63 százalék a visszaosztott összeg a helyi önkormányzatoknak. Itt előnyben vannak a nagyvárosok, mint ahogy van Marosvásárhely is, és Marosvásárhelynek az idén közel 20 százalékkal több, mint a tavaly, pontosan azért, mert a, a fizetési adóból visszaosztott összeg jóval nagyobb és ugyanígy előnyben vannak a nagyvárosok, tehát minél több alkalmazott van, minél több munkahely van, annál nagyobb a fizetésadóból visszaosztott összeg. A helyi önkormányzatoknál ugyanakkor ugye ott vannak a helyi adók, ingatlanadók, járműadók, stb. A megyénél egy teljesen más képlet áll fenn, a megyénél a lakosság szerint van elosztva az összeg, tehát megvan egy ilyen fejkvóta, ami szerint elosztják a költségvetést, és ezen kívül vannak az áfából visszaosztott tételek, amely főleg különböző szociális szolgáltatásoknak a fedezésére szánnak. Emellett pedig van egy olyan tétel, ami még nincs kiosztva, ezt még várjuk majd szeptember hónap folyamán. Szintén RMDSZ kezdeményezésre van egy 2% a fizetés adóból, amit kulturális intézetek fenntartására szánnak. Ezt a tavaly évben is szeptember végén kaptuk meg. Az idén is arra számíthatunk, legalábbis minisztereink arra biztatnak, hogy maradjunk nyugodtan, mert szeptember végén, mikor meg lesznek a végső számolások, akkor majd megkapjuk. És ezeket csak azokra a kulturális intézetekre lehet szánni, amit a törvény megenged. Tehát itt színház, a mi esetünkben Bábszínház van, mert a Nemzeti Színház az ugye az minisztériumi hatáskör, és ott van a Filharmónia. Ezen kívül még az operák kaphatnak, az a mi esetünkben nincsen. Tehát a Filharmónia és a Bábszínház miatt kapunk egy jelentős összeget ebből a 2 ból és nagy vonalakban ezek azok a tételek, amit megkap a megye, vagy megkapnak a, a települések hogy óriási különbségek vannak megyék, megyék, közt, hát nem lehet egy Kolozsvárral összehasonlítani, mert a lakosság sem ugyanaz. Tehát Maros megye az egy néhány ezer lakossággal, közel 590 ezerrel a 11. nagyságrendbe, de olyan megyék vannak, ami majdnem duplája ennek a lakosságnak. Ugyanígy az is természetes, hogy mivel több a lakós, nagyobb a részesedési arány, de ugyanakkor, ha több a lakós, akkor több az alkalmazott is, több a

több a, 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 az adó, amit kifizetnek a fizetések után. Ez például Bukarest esetében, ahol a fizetések is jóval nagyobbak, óriási összegek. Tehát van egy, van azért egy egyenlőtlenség itt a megyék, meg a települések közt. Ezt nem lehet úgy egy kaptafára szabni, viszont mindig abból kell gazdálkodni, ami van. Ott, ahol Nagyvárad, Nagyváradon valószínű, hogy ott belekerültek azok az összegek is, amit különböző Európai Uniós forrásokból megszereznek, mert azokat most attól függ hozzászámolod, vagy nem, mert ennek is több módja van, hogy hozzá tudod -e számolni, vagy nem. Ugyanakkor pedig van egy olyan kérdés is, hogy a kórházak kihez tartoznak. Mert a mi esetünkben is a reális költségvetése a megyének az a 439 millió lei. A költségvetés, amivel számolunk, a 877, mert nálunk vannak a megyei kórházak. Tehát a megyei kórháznak a költségvetésének több mint 90%-át a biztosítóház biztosítja, az egészségügyi biztosítóház, tehát egészségügyi szolgáltatások szerint minden egyes szolgáltatásnak megvan az értéke, egy vakbélgyulladás is, egy tüdőgyulladás is, meg akár egy, egy műtét is. Ennek alapján ugye megkapják a, a, megfelelő összeget a kórházak, és ez a szám is, ha hozzá van adva, akkor jóval nagyobb. Egy Bihar megye esetében csak, hogy összehasonlítsam, ott a kórház városi kórház, tehát municipiumi kórház, nem megyei. Tehát a megyének nincsen tartozó kórháza, tehát az is természetes, hogy Bihar megyének jóval kisebb a, kór, a költsége, viszont ott jóval nagyobb a városnak a, a a költsége, mivel az összes kórház a városhoz tartozik, ott nincs úgy, mint Marosvásárhelyen, hogy a sürgősségi klinika a minisztériumhoz tartozik, hanem minden, ami kórház, az a városhoz tartozik. Tehát ezért nagyon nehéz, hogy mi most összehasonlítsunk, mert ahhoz, hogy összehasonlítsál, almát az almával kell, almát a körtével elég nehezen tudsz, viszont én azt gondolom, hogy főleg a tisztelt TV hallgatók is arra kíváncsiak, hogy mi történik Maros megyébe, mert nagyon nehéz, hogy most ilyen párhuzamokat vonjunk főleg egy ilyen rövid e, e, műsoridő alatt. Természetesen ez is lenne a következő kérdés, hogy térjünk vissza a Maros megyei költségvetésre. Azért javasoltam, hogy ezt azért tisztázzuk, mert nagyon könnyű levonni téves következtetést, hogyha csak két számot látunk, és azt mondani, hogy hát Marosvásárhelyen vagy Maros megyében nem mennek jól a dolgok, mert hogy más megyében milyen nagyok a számok, de hát ezek szerint ez is a klasszikus esete annak, hogy a számokkal azért lehet Hát nem azt mondanám, hogy manipulálni, de mindenféleképpen lehet úgy összeállítani egy költségvetést, hogy az minél nagyobbnak tűnjön. No, de térjünk a Maros-megyei számokra, a fennmaradó összegekből mit terveznek, mit számítanak megvalósítani idén. Jól tudom, akkor a jövő, a múlt évben volt szó, és előkészítettek több pályázatot, több projektet idén is, fognak tervezéssel foglalkozni, vagy a tervezés az 2021 volt? Ö, igen, tehát 2021-et úgy jelöltük meg, mint a tervezés és nem hiába, mivel tudtuk, hogy 2022-től kezdődnek azok a lehetőségek, ahol a terveket le lehet adni különböző fejlesztési tengelyekre, ezért nagyon sok tervet készítettünk elő, és ez nagyon komolyan meghatározta és gyakorlatilag megalapozta a 2022-es meg az elkövetkező éveket is meg fogja alapozni, az a munka, amit 2021-ben elvégeztünk, ezért ezt az évet azt mondtuk, hogy ez az előre haladás éve lesz. Itt az a fontos számunkra, hogy egy nagyon erős közösséget, egy nagyon erős megyét építsünk fel, és ezeknek a terveknek alapján tudjuk ezt megtenni. Ebben a pillanatban több tucat tervet készítettünk elő, ebből 12-t le is tettünk különböző intézményekhez, a szállini programra, a környezetvédelmi alaphoz, a bizonyos áféméhez, az országos befektetési alaphoz, úgynevezett csénéihez, mert ezt hallják a TV hallgatók leg, legtöbbször a rövidítéseket. Tehát ezeket a projekteket letettük, ezen kívül még vannak projektek, amik el vannak készülve, csak egyelőre nem volt hely. Mi nagyon örvendenénk, ha ennek legalább fele vagy több mint fele megvalósulna, ami már le van téve de abban az esetben, ha nem, akkor azt jelenti, hogy a következő megnyitódó tengelyekre ezeket is, vagy a megmaradtakat is le fogjuk tenni, meg azokat is, amik nincsenek ebben a pillanatban letévesehová, mert következik ugye a reziliencia alap, utána nagyon reméljük, hogy a regionális operatív program el fog indulni, ahová szintén szeretnénk pályázatokat letenni, és maga a tervezési folyamat az mindig kell, hogy működjön. Tehát anélkül, hogy kész terveid, kész megvalósíthatós, tanulmányaid legyenek, anélkül nem tudsz pályázni, nem tudsz pénzeket bevonzani befektetésekre, és akkor azt jelenti, hogy nem tudsz előre haladni, mert maga a megye költségvetése az nagyon, de nagyon kis arányban tudja fedezni azokat a befektetési igényeket, amelyre szükség van egy megyében. Én mindig úgy fogalmaznék, hogy minden évben úgy kezdünk, hogy elsősorban folytatjuk a munkát, folytatjuk azokat a terveket, amiket elkezdtünk. Akár uniós tervek, akár kormány finanszírozásból megvalósuló tervek, akár saját költségvetésből megvalósult tervek. És itt csak így táviratilag elmondanám, hogy a Dicső Szent Márton nyárát tő útszakasz több mint 75%-ba készen van, a nyárára teljesen át lesz adva. A Segesvár Szent Ágóta útszakasz, ezek az Európai Uniós pályázatok, az közel 50%-ba készen van, Reménykedünk, hogy decemberre kész lesz, 2023 máskülönben a határidő, de legalábbis az építő azt mondja, hogy a decemberre megpróbálja átadni a teljes útszakaszt. Uniós pályázat szintén a, a Természettudományi Múzeum, ahol az épület kész van, most folyik a butorozás, az őszére át kell legyen adva a látogatóknak. A Kultúrpalota szintén uniós pályázat, ott van egy nagy gondunk, mert a hatodik licitre se versenytárgyalásra sem jelentkezett senki, most tesszük fel a hetediket, abban bízva, hogy hátha ha csak megjelenik egy olyan cég, akinek az engedélyei is megvannak, a képessége is megvan, és a munkát is el akarja végezni. Amit láttam csak úgy zárójelbe, hogy ezen a területen műemlék épületeknél akkora dömping van pillanatnyilag a piacon, hogy egyszerűen annyira le vannak fedve a szakosodott cégek, hogy válogatnak a munkák közt, tehát nem mi válogatunk a cégek közt, hanem ők válogatnak a munkák közt, és valószínű ezért nincsen jelenkező a kulturpalotánál, de ugyanakkor ott van a, a, a Pénédélés Programok, tehát a kormány program ami helyi fejlesztéseket célozza meg, ott a Sárpatak-Vajdaszentiványi útnál a Vajdaszentiványi szakasz hiányzik, mert ott nincsen még elvégezve a csatorna. A másik az Erked és szederjes közötti útszakasznál két 300 méteres szakasz nincsen kész, mert ott egymásra tevődik a vasútfejlesztési projekttel, és azzal még kell várni egy rövid időt, de ugyanúgy folytatjuk a saját beruházásainkat, mint jett fel az útszélesítést, különböző ilyen apróbb, kisebb-nagyobb munkálatot mezőbodonnál, ezeket mind folytatjuk. Tehát ez az első dolog, hogy elsősorban folytatjuk az elkezdett munkát. Utána pedig elkezdjük azokat a munkákat, amelyel az idén kell, hogy, hogy elindítsuk. Tehát kezdve attól, hogy készen van most már a kivitelezési terve is, és megvan az építkezési engedély a Szalvamont új épületének, az idén meg lesz versenyeztetve annak az épületnek az építése. Nagyon remélem, hogy ez hamarosan lezárul, és el tudjuk ennek az építkezésnek is, a, a legalábbis ezt az építkezést is el tudjuk kezdeni. Ugyanakkor a, a megyei önkormányzat épületénél már elkezdtük a tetőjavítást, már elkezdtük a körülötte levő pluviális esővízcsatornák felújítását. Tovább folytatódik ennek a munkának a kivitelezése, és ugyanakkor szeretnénk. A, egy, most egy tervet is elkészíteni a teljes külsőnek a felújítására. Nagyon sok helyen sajnos az idő vasfoga úgy kezdett látszani, hogy vakolatok úlnak le jobbról balról, az ablakok is eléggé a napsütés miatt meglettek, meglettek rongálódva, úgyhogy szeretnénk egy ilyen teljes külső felújításra is egy tervet letenni, különböző termek felújítására, és ugyanakkor úthálózatnál is rengeteg, tehát 47 millió egy szánunk utak javítására, meg karbantartására, tartására. itt 6 millió lei van csak az új szőnyegeknek a, a lehelyezésére. Ugyanakkor kezdődnek már tavasszal, ugye aláírtuk nemrég már a szerződéseket a kátyúzásokra, biztosítjuk a téli hótakarítást, ugyanakkor a sáncok tisztán tartását, a festését. Tehát mindaz, ami szükséges, biztosítjuk ezekhez a munkálatokhoz és várjuk azokat a lehetőségeket, mert mi csak a Szálini programra letettünk nyolc tervet. Itt az első számú prioritás az a Marosvásárhely Szent Király mezőbánd útszakaszra szeretnénk feljavítani a Szalini programból, de ugyanakkor ott van a nyárát Ákosfalva közötti szakasz, amit második prioritásként feltettünk. Itt benne van a Marosbogáti útszélesítés, itt tehát nagyon sok olyan projekt van benne, a Bözöd és Hargita megye határát összekötő útszakasz, ugyanúgy benne van a Görgényvölgyi Két útszakasznak a szélesítése és a felújítása. Tehát több olyan projekt van elkészítve, ami készen van, csak várjuk azt, hogy finanszírozási lehetőséget nyerjünk és tudjuk előrevinni. Szintén egy nagyon fontos tétel a beruházásoknál a kórház, amint ismeretes, hogy mindig nagyon fontos szerepet Szántunk a kórházok fejlesztésére, az onkológiai klinikát sikerült 2021-ben kurcsra készen átadni, megérkeztek a gépek a bizonyos bunkerbe is, amit ugye rádioterápiás felszerelések, aminek most folyik az engedélyeztetése, de azt rövid időn belül fogják tudni használni a rászorulók, remélem minél kevesebben lesznek és folytatódik tovább a pneumológiának a teljes felújítása, folytatódik a, a Marinescu levő belgyógyászati klinikava is az urológia, mellett jobban ismerik az emberek, a mögött levő új épület résznek a bővítése, még két emellettel kellene bővíteni, és a befejezése, ami most már úgy örököltem én is így ilyen pirosba, hogy szokták mondani, tehát ennek a befejezése és átadása a kórházi használatra. Ugyanakkor le van téve szintén az állami, az országos befektetési alaphoz, a fertőzőklinikára hoz épülő intenzív terápiás részleg, és még van egy másik projektünk, ami nagyobb projekt, a Hunyad utcában levő kórházépületünknek a teljes felújítása, ami egy ilyen részlekként szerepelne, Jobban az esetben, amikor elkezdünk egy ilyen teljes felújítását valamelyik klinikának, akkor azt oda át tudjuk helyezni az alatt, az idő alatt, hogy tudjon működni, amíg, amíg készen lesz a, a, felújítás, és még rengeteg javítás nőgyógyászat szülészetnél, különböző az udvarok rendbetétele, az épületek rendbetétele, különböző javítási munkálatok, csak javítási munkálat közel 3 millió lejre van becsülve, és a hozzánk tartozó Dicső Kórháznál szintén egy jelentős összeg van felújításra, fejlesztésre, karbantartásra, arra is vigyázunk, és ne beszéljünk arról, hogy orvosi eszközökre is több millió lej jut ebben az évben is, hogy különböző orvosi eszközökkel próbáljuk javítani a munkakörülményeit is az orvosoknak, de ugyanakkor a betegeknek is egy gyorsabb gyógyulást biztosítva a leges, legjobb, legmodernebb orvosi eszközökkel elnök még körülbelül négy percünk van hátra. Beszéljünk arról, hogy ezen a héten, hétfőn ön találkozott több Maros-megyei magyar vezetővel együtt, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, és azt követően az ön közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy szeretnénk, a Magyarországon Maros-megyét befektetésre ajánlott megyeként kezelnék. Ez eddig nem így volt? És hogyha nem, akkor miért nem... Mi szükséges ahhoz, hogy a befektetők akár Magyarországról, akár máshonnan Maros-megyébe jöjjenek nagyobb mértékben, mint eddig? Én úgy érzem, hogy Maros-megyének a földrajzi helyzete, a pozíciója kötelez arra, hogy, hogy ezt kikérjük magunknak, és ezért számunkra nagy-nagy megtiszteltetés volt, hogy a külügyminiszter úr ellátogatott hozzánk. És az is nagyon fontos, hogy ezáltal biztosította, hogy az anyaországnak nagyon fontos a határon túlélő magyarok sorsa. És engedjék meg, hogy ezúttal is megköszönjem mindazt a segítséget, amit a magyar kormány nyújtott, akár oktatási, akár egészségügyi, egyházi sportlétesítményeknek a felépítésén vagy a működtetésében. Tehát ezek óriási segítségek voltak, és ezúttal is megköszöntem neki is, de engedjék meg, hogy itt a TV tévéhallgatók előtt is külön megköszönjem a Magyar Kormánynak ezt, amit tett eddig. Én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor az autópálya bejön Marosvásárhelyre és az első székelyföldi város, ahol autópálya bejön egészen a városba, E, úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor e, nem is beszéltem arról, hogy egy multimodális csomópontot akarunk létrehozni nyárátő Szentpál környékére, a repülőtér, az autópálya és a vasúti csomópont közé, e, akkor, amikor abban gondolkozunk, hogy kargórészleget hozzunk létre a repülőtéren, akkor ez a régió adotta arra, hogy minél több befektető jöjjön ide. Befektetők anélkül is jönnek, viszont a külügyminiszter úrat megkértem, hogy e, ők is úgy tekintsenek Marosvásárhelyre, mint egy olyan régióra, amit érdemes ajánlani befektetésekre, érdemes ajánlani a fejlődésre, mert szerintem ezt Maros megye, Marosvásárhely megérdemli, és úgy gondolom, hogy ha ők is ebben segítenek, akkor óriási fejlődés előtt állhat Maros megye. És gondolom, hogy az ő hatása, vagy az ő felhívása ezen a területen, akár a repülőtér fejlesztésen, akár pedig a különböző logisztikai központok fejlesztésében nagyon sokat jelenthet, és ezért volt a kérés az, hogy, hogy Maros megyét tekintsék úgy, mint befektetésre kere ajánlott terület, mert én úgy gondolom, hogy ezt Maros megye megérdemli. Mit tud még Maros-megye tenni ennek érdekében? Nyilván, hogy a tervek, amiket felsorolt, ezek is lépés ebbe az irányba, de hogyan tudna a megye mondjuk egy év múlva, mivel lenne ön elégedett, hogyha egy év múlva majd beszélgetünk, hogy hol tart Maros-megye, akár a költségvetésből származó beruházásoknak köszönhetően, akár a megnyert pályázatoknak, akár a külföldről jövő befektetőknek köszönhetően, mivel lenne egy év múlva elégedett? Tehát nem tudom, hogyha látták... Volt egy beszélgetés arról, hogy hogyan lehet egy országot, vagy akár egy megyét, vagy egy régiót jobban fejleszteni és növelni a költségvetését. Úgyhogy... Több munkahelyet létesíteni, és pont a külügyminiszter úr Szijátor Péter szájából hangzott el, hogy ezelőtt tíz évvel Magyarországon 3,5 millió alkalmazott volt, most 4,5 millió alkalmazott van, aki adózik, aki fizetésadót fizet, aki fogyaszt, áfát termel, és ugyanakkor különböző adótényezőket termel. Nekünk is ez a, a siker kulcsa. Minél több alkalmazott van, minél több munkahelyet létesítünk, annál több adó folyik be a megyébe, annál több adó folyik be az önkormányzatainkhoz, annál több több pénz lesz továbbra is a fejlesztéshez, és ezért mi meg kell tegyünk mindent infrastruktúra szempontjából, minél jobb infrastruktúrát biztosítsunk, akár a szállítási infrastruktúráról beszélünk, akár a víz csatornahálózatról, akár a gázról, a villanyról. Tehát, ha mi azokat a feltételeket lé létrehozzuk és, és fejleszünk, ami szükséges egy beruházásnak, hogy ide telepedjen, hogy üzemet létesítsen, akkor egész biztos, hogy fognak jönni ezek a beruházók, munkahelyeket létesítenek, a fiataljainknak van lehetőségük, hogy itthon maradjanak, mert gyakorlatilag ez a legfontosabb célunk, hogy lehetőséget biztosítjunk, hogy a, biztosítsunk, hogy a fiataljaink családot alapítsanak itthon, ne költözzenek el külföldre. Ugyanúgy a nagymamák is ne külföldön vigyázzanak az unokákra, hanem itthon vigyázzanak az unokákra, mert a népszámlálási adataink is sokkal jobbak lesznek ebben az esetben, és a megélhetés is sokkal jobb lesz a régiónkban sokkal jobb lesz Maros megyében, Maros vásárján. Így legyen, én köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Én köszönöm a lehetőséget, szép estét kívánok mindenkinek és jó egészséget. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, maradjanak az Erdélyi Magyar Televízióval, én legközelebb jövő héten várom önöket egy következő ügyfél órára, addig is viszontlátásra.